Önök az Emplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreink következnek. Van remény. Több munkahelyet is felajánlottak a Start egykori dolgozóinak. Tornacsarnok felújítás az Árpád vezér gimnáziumban. Több mint 35 új munkahelyet ajánlottak fel sátoraljaújhelyi cégek és intézmények azoknak a megváltozott munkaképességű embereknek, akiket a Start Kft. Sátoraljaújhelyi üzemének bezárásával elbocsájtanak. A vállalat 16 munkásnak nyíregyházi telephelyén ajánlott fel munkát. Azok a dolgozók, akiknek lejár a szerződése és a jogszabály is megengedi, hogy munkát vállaljanak, a felajánlott munkalehetőségek közül tudnak választani. A Start Kft. Sátoraljaújhelyi üzemegységének dolgozóit hívták össze tegnap este a városházára. A polgármester arról tájékoztatta őket, hogy megkeresésére több mint 35 munkahelyet ajánlottak fel megváltozott munkaképességű embereknek a helyi cégek, vállalatok, intézmények. Az első elkeseredés után néhányan úgy látják, van reményük arra, hogy kiegészítsék jövedelmüket, és új munkahelyet találjanak jövőre. Látok valami reményt, hát ha felcsillan, szeretnék a dohánygyárba. Hogyha lehet. A nyíregyházi vállalat annak a 16 dolgozónak, akik határozatlan munkaszerződéssel rendelkeznek, saját telephelyén ajánlott fel munkát. A többi 33 szerződéses alkalmazott, akiknek december végén jár le a szerződése, a felajánlott munkalehetőségek közül választhatnak. A polgármester szerint bár nem feladatuk az, hogy munkahelyet szerezzenek a most elbocsájtott embereknek, mégis úgy gondolták, nem hagyhatják segítség nélkül azokat, akiknek egyébként is rosszabb a munkaerőpiaci helyzete más munkavállalókhoz képest. Új helyi emberek is ráadásul olyanok, akiknek a munkaképessége nem teljes. Komoly mértékben csökkenjen az egzisztenciájuk, a megélhetési lehetőségük, ezt mi nem nézhetjük szó nélkül, tehát tétlenül. Tehát ilyenkor be kell avatkoznunk. Ezt tesszük, és próbálunk meg minél több embernek segíteni. A most elbocsájtott munkavállalók helyzete nem könnyű, csak nyugdíjból vagy járulékból a legtöbben nem tudnak kijönni. Hiába van több mint 35 felajánlott munkahely, egészségű állapotuk miatt nem tudnak minden munkát elvállalni. Mivel én is ugye gerincbeteg vagyok, meg magas vérnyomás, meg a szív, ülő munkát tudnák. Mert szakmám az női férfi fodrász, úgyhogy Varodában nem tudom, mert esetleg még oda is elmennék, még nem kaptam ajánlatot, vagy a kórházból, nem tudom, hogy milyen lehetőség lenne, de nagyon kellene az a kis pénz, amit kaptunk. A találkozón minden dolgozónak felvették az adatait, és kiközvetítik azokat a felajánlott munkahelyekre. Azokat pedig, akik a nyíregyházi munkahelyen nem találják meg számításukat, a megmaradt álláshelyre segítik elhelyezkedni. Új sportpadlót kap a Sárospataki Árpád vezér gimnázium tornaterme. Az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepli jövőre, így megérett már a cserére a régi padlózat, amit a látványcsapat sportágak támogatására szolgáló TAOS, azaz a társasági adó kedvezményekhez kapcsolódó sportfejlesztési pályázat tesz lehetővé. A Sárospataki kézilabda, vízilabda és labdarúgó szakosztályok összesen több mint 130 millió forintra kaptak keretet, amelyet folyamatosan töltenek fel. Ennek része az uszoda sátra után most a tornacsarnok padlója. 20. születésnapjára új sportpadlót kap a Sárospataki Árpád vezér gimnázium a kézilabda szakosztály segítségével. A versenyeknek és testnevelés óráknak helyet adó maximálisan kihasznált tornaterem új színfolt lesz az iskola életében, mind a sportolók, mind a diákság számára. A gimnázium felépítésekor lerakott padlózatnak érett már a cseréje, felsőbb rétegei nagyon megkoptak. 1993-as átadást tekintve egy 20 éves padlórétegről volt szó, amely már nagyon érett a megújításra, ugyanis több helyen szakadozva, felszakadva, illetve a felső koporréteg olyan szinten volt már kisimulva, hogy nagyon balesetveszélyes csúszóssá vált. Ugyanaz a cég a kivitelező most is, mint annak idején, hiszen az akkori kiváló és időtálló munkát szeretné most is viszont látni mindenki. A felújítás nettó 9 millió forintos összegébe beletartoznak az új kiegészítőszerek, az új kapuk, a vonalazás és minden egyéb fajlagos költség.
A diákok számára a legfeltűnőbb újdonság a terem színeinek változása. Teljes mértékben új színvilágot kap. Ez a színvilág a Bajnokok Ligája kézilabda mérkőzésének megfelelő színösszeállítást kapja, szóval én úgy gondolom, hogy európai szintű terem lesz itt, nagyon szép vonalazásokkal is, és úgy gondolom, hogy újra egy 15-20 évre egy megfelelő burkolatot kap itt az iskola. A látványcsapat sportágakat támogató TAUS pályázatok jó lehetőségeket adnak a helyi sportszakosztályoknak. Így újulhatott meg a vízilabdások számára fontos uszoda, sátra és most a tornaterem, amelyet a kézisek hétvégente mérkőzéseken, hétközben pedig edzéseken használnak. Az AVG-ben mindig is nagy hangsúlyt fektettek a testmozgásra, az új padlózat pedig még több lehetőséget ad majd a versenyszerűen sportolók és a mindennapos testnevelés órák számára egyaránt. Jövő lesz 20 éves az Árpád vezér gimnázium. Szerencsére a kezdetektől, mint pedagógus is figyelemmel tudtam kísérni az itt folyó kitűnő pedagógiai és szakmai munkát. Most születésnapjára mivel lephettük volna meg az iskolát, mint hogy egy új sportpadlót fog kapni. A forrását pedig a TAUS támogatási rendszer biztosította, hiszen Sárospatakon a szakosztályok kitűnően élnek ezzel a lehetőséggel, mind a vízilabda szakosztály, mind a labdarúgó szakosztály, mind pedig a kézilabda szakosztály igénybe veszi ezt a támogatást. Aros János polgármester azoknak a sárospataki vállalkozóknak is köszönetet mondott, akik mindenben segítik és támogatják a szakosztályok működését, hiszen nélkülük nem tudnák a csapatok feltölteni a több mint 130 millió forintos támogatási keretet. Még folynak a munkálatok, az új sportpadlót a diákok és a sportolók januártól vehetik igénybe. Hagyományos lelki napot rendeztek az Árpádházi Szent Margit általános iskolában. A gyerekekhez a Szent Erzsébet nővérei kongregációja látogatott el Sárospatakról. Az iskolában minden éven énekkel, hittanfoglalkozásokkal, lelki ráhangolódással készülnek a gyerekek a karácsonyra advent idején. A mai foglalkozások a római katolikus templomban tartott szent liturgiával zárultak. Az ünnepek előtt fontos, hogy a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórháznak legyenek megfelelő tartalékai, ezért a Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi kistérségi szervezete Sárospatakon is véradás szervezett. Sokan évek óta visszajárnak ezekre az alkalmakra, mások most először érkeztek. Szerencsére azonban mindig elege jönnek, hogy ne legyen vérhiány karácsony és szilveszter idején. Most is sokan gondolták úgy, hogy ezzel a segítséggel több ember életét menthetik meg. Most is sok sárospataki gondolta úgy, hogy karácsony közelettével jót cselekszik, ezért bőven jöttek vért adni. Évek óta minden decemberben a Művelődés háza és könyvtárában tartanak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház dolgozói véradást, ahova sokan már nem először érkeztek, hiszen egy egységnyi vérrel több ember élete menthető meg. Előfordulhat, hogy néhány embernek éppen ez a vér lesz szükséges, valamint gyógyszerek készítéséhez is gondolom föl tudják majd használni, hogyha... Az az igazság, hogy ezt nem tudom, mert nem tartom számon, hát szerintem 5.-6. alkalommal lehet. Úgyhogy volt olyan alkalom is, amikor mentem, csak éppen nem voltam megfelelő állapotban hozzá, hogy adjak, mert alacsony volt a vérnyomásom. Márpedig a véradásnak komoly feltételei vannak. 18 és 60 év közöttiek adhatnak vért, a minimum súlyhatár pedig 50 kiló. Aki ezeknek az adatoknak megfelel, annak a papírok kitöltése után orvosi vizsgálaton kell részt vennie, ahol eldől, hogy megfelelő állapotban van-e a vér levételéhez. Több mint 50-en jelentek meg legutóbb az eseményen, így a kórház jól felkészülten tud nekivágni az ünnepi időszaknak. Karácsony előtt nagyon fontos, hogy az ünnepekre felkészüljünk a kórház betegeinek, tudjuk biztosítani a megfelelő vérkészletet, ezért minden éven hagyományosan Sárospatakváros, Újhelyi városban rendezzük a nagy véradásokat, és ez a napi 50-60 egység elegendő lesz, hogy az ünnepekre és január első hetére, mire újra beindulnak a községekbe a véradások, addig meglegyen a megfelelő tartalék. A levett vért háromféleképpen tudják hasznosítani. A plazmát lefagyasztják, így az 2 évig hasznosítható. A vörös vérsejt készítmény 35 napig, ezekkel szemben viszont a trombocita készítmény csak 5 napig használható fel. Két Sátoraljaújhelyi rendőr kapott jutalmat a Sárospataki hegyközségtől. A szőlősgazdákat tömörítő szervezet ezzel köszönte meg a rendőrök munkáját, aminek köszönhetően az idei szüret idején nem volt jelentős lopás, károkozás az ültetvényeken.
A szőlőlopások megelőzésére idén nagyobb figyelmet fordítottak a rendőrök, mert az elmúlt években többször előfordult, hogy a tolvajok a tulajdonosok előtt leszették szinte a teljes termést. A Sárospataki hegyközség képviselője adta át a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságon dolgozó rendőröknek a hegyközség 50-50 ezer forintos jutalmát. A szőlős gazdák így köszönték meg a járőröknek azt, hogy idén a Sátoraljaújhelytől Sárazsadányig terjedő szőlőterületekről nem érkezett jelzés szőlőlopásról. A rendőrséget még a nyár végén kereste meg a hegyközség, és kérte a segítséget abban, hogy megerősített járőrszolgálattal akadályozzák meg a lopásokat ezen a területen. Hát a Sárospataki hegyközséggel kötöttünk egy együttműködési megállapodást még a szület megkezdése előtt. Ez az együttműködés az arról szólt, hogy közösen járőrözve, tehát a hegyközség őre és a mi körzeti megbízottaink járőreink közösen járőröztek a hegyközség területén, az ahhoz tartozó mezőgazdasági területeken. A célja természetesen az volt, hogy a megtermelt javakat ne lopja el senki. A tavalyi és az előtti évekhez viszonyítva eredményes volt ez a jellegű közös tevékenység, tekintve, hogy egyetlen egy területről sincs tudomásunk arra, hogy elloptak volna bármit is. Tehát ennek eredményeképpen ugye a gazdák a teljes terményeiket be tudták takarítani. A körzeti megbízottak és a járőrszolgálat is gyakran portyázott az őszi hónapokban a szőlőültetvényeken. Ennek köszönhető, hogy idén a viszonylag korán kezdett szüret és a magas felvásárlási ár ellenére nagyobb lopásokról nem érkezett bejelentés. A hegybíró szerint azért kérték a kiemelt figyelmet a szüret idejére a rendőröktől, mert korábban gyakran előfordult, hogy még a tulajdonos előtt leszették a termést. Több éves tapasztalat, hogy történtek lopások, és próbáljuk, hogy a termés megőrzése a tagságnak megtörténjen. És ezután szeretném megköszönni a sátorai rendőrségnek a segítséget, és hogy részt vettek a szőlő termés megőrzésében. A hegyközség a következő szüret idején is számít a Sátoraljaújhelyi rendőrség segítségére, ha ezzel a lopásokat, rongálásokat megelőzhetik a területükön. Szakmai napot tartott az 5. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium. A program célja volt, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok és az oktatási intézmény alsóbb évfolyamosai lássák a szakmacsoportokban rejlő lehetőségeket. Az előadásokon az iskola tehetséges jelenlegi és volt diákjai mutatkoztak be. Volt jelenlegi és leendő diákok is részt vettek a Katolikus Kerisz szakmai napján. A programon az informatikai és a közgazdasági szakmacsoport is képviseltette magát. A diákoknak egyrészt a logikai gondolkodásukat fejlesztve játékbarlangot készítettünk elő, amelyben különböző stratégiai játékokban fejleszthetik gondolkodásukat. A számítástechnika segítségével tőzsdejátékot szerveztünk, ahol a pénzügyi ismereteiket kamatoztathatják, illetve az iskola valamennyi diákja megtanul vakírni, hogy ez kinek mennyire sikerült, ezt verseny keretében próbálhatják ki. Az oktatási intézményben a következő tanévtől szakképzés keretében újra tantárgy lesz a gyorsírás. Ehhez szerettek volna kedvet csinálni a diákoknak azzal, hogy megtanítottak nekik néhány alapvető gyorsírási jelet. A szakmai program célja volt bemutatni a diákoknak, hogy a tanórákon megszerzett szakmai ismereteket miként tudják kamatoztatni az élet különböző területein. Az iskolán kívüli diákoknak, általános iskolásoknak, végzős érettségiző diákoknak megmutassuk azt, hogy ha nálunk tanulnak tovább ebben az iskolában, akkor milyen magas szakmai ismereteket sajátíthatnak el, és piacképes szakmai tudást, képesítéseket szerezhetnek. A szervezők az iskola egyik volt diákjának előadásával állítottak példát a tanulók elé. Én itt a Keriben informatikai tagozaton voltam, és az egyetemi választásomnál is ugye ez nyilván meghatározó volt, hiszen informatikus és szakigazgatási vonalon folytattam tovább a tanulmányaimat.
Mindenféleképpen meghatározó volt, mert egy nagyon sokszínű képzésben vehettem részt, mind úgy, mint programozás elmélet, gyakorlat, a különböző programozási nyelveknek az ismerete. Szerintem nagyon fontos, hogyha a hallgatókat ezzel már elég fiatal korban megismertetik, és erre nagyon jó egy szakiskola. Az előadásokon azok a tehetséges diákok is bemutatkoztak, akik idén végeznek a Keriben. Prezentációjuk azt példázta, hogy az évek alatt hová fejlődtek választott szakirányukban. A résztvevők ebből is képet kaptak arról, hogy milyen munka zajlik az intézményben. Jó úgymond bemutatni a lejjebb lévő nemzedéknek, úgymond a fiataloknak, hogy itt az iskolában milyen munka is folyik, miket tanítanak nekünk. Én azt tudom mondani, hogy nagyon hasznos dolgok fognak ma elhangzani, és hát végül is már 6. éve, hogy ide járok, most fogok végezni szakmacsoporton, és nagyon sok hasznos információt tudtam úgymond megszerezni. Az iskola igazgatója fontosnak tartotta, hogy több generáció találkozhat a szakmai napon, és a pályaválasztás előtt álló 8-osok személyesen is megtapasztalhatják, hogy mit kínál az iskola. Olyan, én azt hiszem, hogy színvonalas prezentációkat, előadásokat hallgatunk mellette, kicsit megfűszerezve humorral és jókedvel, hogy egy jó estének nézünk elébe. A szakmai napon minden diák találhatott kedvére való programot, akár az informatika, akár a közgazdaságtan iránt érdeklődik. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Van remény. Több munkahelyet is felajánlottak a Start egykori dolgozóinak. Tornacsarnok felújítás az Árpád vezér gimnáziumban. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!